2019 őszén választották meg Fazekas Attilát Tevel első emberének. Azóta több fejlesztés is történt a faluban, például jelentős változás, hogy a településen már működik házi orvosi ellátás, illetve egy 8 fős mini bölcsödét is létrehoztak. A infrastruktúra nagyon fontos, és járdák, utaknak a felújítása. Ezeket a Magyar Falu program keretében szintén sikeresen pályáztunk, tehát több út újult meg, illetve járdák is épülnek, tehát a falu szépül. Ezek mellett közel 380 millió forintból a csapadékvíz szakszerű elvezetése és helyben tartása is megoldódott a községben. BMS pályázatokon önkormányzat és óvoda épületeknek a fejlesztését tudtuk megvalósítani. Itt hála az égnek egy kicsit előre mentünk az időben, és a jelenlegi energetikai problémákat próbáltuk orvosolni. Mind a két épületen napelemes rendszer lett kiépítve, ami igazándiból mondhatnám, hogy 90%-ban a villamosenergia felhasználását fedezi, az eddigi villamosenergia felhasználását. Emellett az önkormányzat épületén is igyekeznek spórolni, így a jelenlegi gázfűtés helyett egy fatüzelésű rendszer fogja a meleget biztosítani. A polgármester hozzátette, hogy a jövőbeni tervek között pedig szerepel a művelődési ház teljes energetikai felújítása, illetve egy piactér kialakítása is.